Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. Tehát péntek, szombat, vasárnap. Mi várható a pénteki napon? Ezt mutatják itt a kártyák. Itt láthatóak az ötletek, a könnyűség, de kicsit a könnyelműség is. Óvatosnak kell lenni akkor is, ha ez egy jó terv, egy jó ötlet. Te hogyan tudod ezt megvalósítani, vagy hogy tudja ő ezt megvalósítani, ez még bizonytalan, hiszen nem lehet tudni, mi következik, nem lehet tudni, ha tesz ő egy lépést előre, vagy te, hogy még mindig megvan-e a talaj a lábatok alatt, vagy lezuhantok a mélybe. Ez még bizonytalan. Ahhoz, hogy itt legyen egy komoly döntés, veszélyek nélkül, kell, hogy süssön itt a nap. Mert a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, és ez a fontos, hogy odafigyeljetek ezekre a döntésekre vagy tervekre. Az is fontos, hogy találkozzatok, hogy beszéljetek egymással, hiszen itt látható a találkozás, ez ad erőt. Az is lehet, hogy ő kikéri a tanácsodat, megkérdezi, mit szólsz ehhez a tervhez. Ez megvalósítható, vagy talán rossz irány, nem tudom. És itt a nap segít abban, és te is segíthetsz abban, hogy erőt adsz neki, hogy itt tisztázódjon valami, hogy tisztán lássátok a dolgokat, hogy ez a döntés legyen a könnyűség, de ne a könnyelműség. Szombaton itt a kártyák mutatják, hogy mi várható. Mivel itt lesz egy találkozás, vagy beszélgetés, és te adsz erőt számára, ez lehet a belső erő, a belső hite is, ő magabiztos lesz, elfoglalja itt a helyét, mint egy király. Dönteni fog. Biztos a dolgában, hiszen te erősíted meg ennél a tervnél. De mielőtt lépéseket tesz még, odafigyel a dolgokra, még kicsit várakozik. Utána majd az következik, hogy itt tényleg lesznek lépések. Van óvatos, kicsi lépések, de látható, hogy mozgásba jön. Itt a tűz elemét képviseli, ugyanúgy, mint ez a király, és itt a víz elemét. Tehát itt bátorságról, lelkesedésről van szó, egy testi kapcsolatról, erről a közeledésről, és itt ennél a kártyánál érzelmekről van szó, közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit, és mindkét képen látható egy hír, egy levél, vagy egy szerződés, vagy egy dokumentum, de mivel itt érzelmekről van szó, akkor ez egy szerelmes levél. Vasárnap látható, hogy megtudod azt, hogy nála minden úgy összeomlik, de ezek a változások előnyösek. Hiszen itt meg lesz újra az életerő, irányítani fogja a dolgokat, lesz egy új irány, kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, sőt, ez a kép utalhat egy utazásra is, és itt láthatóak a változások, a megújulások, ez olyan, mint egy újjászületés, tehát, hogy itt összeomlik minden, szükség van, mert utána lesz egy kezdet. Ami a hétvégén történik, vannak nála ötletek, de nem tudja, hogy valósítsa ezt meg. Te adsz számára erőt, vagy egy jó tanácsot, így megvilágítjátok a dolgokat, tisztázódnak bizonyos helyzetek,
ő kimutatja a magabiztonságát, de még kicsit várakozó, figyeli a dolgokat, kis lépésekkel közeledik hozzád, kimutatja a lelkesedését, kimutatja az érzelmeit, nyitottan beszél veled, elmondja azt, hogy nála most minden úgy összeomlik, de örültök ennek, hiszen lesz egy új irány, egy újjászületés, egy új kezdet, ami neki is előnyös, neked is. Ez lehet egy közös életút is. És ez volt a hétvégi jóslás. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!